Betört ajtónyomai, majd kormos, leégett falak. Ez maradt abból a pécsi panelházi lakásból, ahova még 2021. júliusában riasztották a tűzoltókat. A korábbi lakó önkényes lakásfoglalóként költözött be az ingatlanba, ami egy önkormányzati lakás volt a Lánc utcában. A férfi a három emeletes panelház lakásában a kanapén fekve dohányzott, melynek során az ágy kigyulladt, majd a lakásban tűz és sűrű füst keletkezett. A füst az ablakokon és a bejárati ajtón keresztül kifelé áramlott, amit a társasház lakói észleltek. Ekkor két szomszéd a lakás ajtaját betörte, majd a sűrű füstben a fürdőszobában a földön fekve találtak rá a vádlottra. Ezt követően a férfit a lakásból kivitték, illetőleg értesítették a tűzoltókat is. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, majd megkezdték a tűzoltását is. Ennek köszönhetően a lakásból a tűz nem terjedt tovább. Amennyiben ez megtörtént volna, akkor jelentős számú személynek az élete testépsége veszélybe került volna, ugyanis legalább 80-an tartózkodtak a lakásokban ebben az időszakban, illetőleg a tűznek a továbbterjedése jelentős vagyoni károkat is okozott volna. Bár a férfi gondatlansága így is okozott kárt, mintegy 5 millió forint értékben. A tűzoltók az intézkedés során több szemét is a lakások erkélyén keresztül menekítettek ki. Az elkövető cselekménye a gondatlanságból elkövetett közveszély okozás vétségének a megállapítására alkalmas. Ennek büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés. A férfit egyébként korábban már elítélték garázdaság miatt, akkor felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Mivel ezt a tettét a próbaidő alatt követte el, ezért az ügyészség 3 év fogházbüntetésre tett indítványt, melyet kötelezően le kell tölteni a vádlottnak, ha a bíróság így dönt.